Itt emeltem Bódi Viktória, az első mérkőzés győztes csapatából, a Beacból. Játszottok a csata DS ellen, és egy elég sima meccset hoztatok. Miért tudtatok ennyire fölényesen nyerni itt a Basket Girls Super Challenge nyitó meccsén szerinted? Szerintem azért, mert mi sokkal tapasztaltabbak vagyunk a pályán, meg ugye idősebbek is, és jobban játszottunk. Hát az első kettő negyedben nagyon sok eladott labdánk volt, de utána összeszedtük magunkat, és sikerült sok pontot hoznunk. Mi az, amit ettől a tornától vársz hosszabb távon? Megtudtam, hogy több fordulója lesz, ezért szeretnék mindegyikben sok meccset megnyerni, és ha lehet, akkor a díjakat is szeretnék nyerni. Mióta kosarazol? 2017. szeptemberében kezdtem, és azonnal a Beacban, mert nagyon szimpatikus volt nekem Zsuzsa néni, meg apukám is mondta, hogy nagyon jó csapat, meg rokonaim is. Hány edzése van egy héten? 4. 2 van a Beacban, a Bogdán fiú úton, és 1-2 pedig mellette a Tüskecsarnokban, 1,5 órás mindkettő. Mit szeretnél hosszú távon elérni a kosárlabdával? Én gondolkodtam már azon is, hogy a U23-as NB1-es csapatban szeretnék játszani, és nekem igazából az a célom, hogy ott játszak benne. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk neked a jövőben is. Köszönöm.